Na, hát akkor kicsit más területtel fogunk folytatni. A jogosultság kezeléssel kapcsolatban az egyetlen megjegyzésem, hogy próbáld leülepíteni ezt, ami elhangzott. Ugyanis ezzel lehet igazán rendesen tönkretenni a rendszert, ha valaki rosszul állítja be ezt. A többi az olyan, hogy viszonylag látványos. Akkor, amikor elrontod a jogosultság kezelésbeli látványosság, az némileg később szokott feljönni. Amikor arra érsz ezen oda, hogy nincs ott, nem az van ott, nem az történt, és itt tovább. No, picit nem mondhatnám, hogy nagyon logikus a következő rész, ugye tulajdonképpen semmilyen értelemben nem kapcsolódik ehhez. Tehát mégiscsak el kell indulni abba az irányba, hogy azt a környezetet, amit elvileg ugye itt az előző napi gyakorlat során fölépítettél, azt te, hogy mégiscsak használni tudjál könyvtárakkal, fájlokkal, ilyen-olyan műveleteket végrehajtani, és azzal együtt is, hogy vannak kényelmi funkciók a legelterjedtebben használt parancsértelmezőben, azért van pár olyan dolog, amit ettől mindenképpen függetlenül, de meg kell tanulni. Azaz, tegnap előtt, arról már volt szó, hogy amikor te megépelsz egy parancsot, akkor azt a parancs értelmező valamilyen módon feldolgozza. Ugye ebből két dolog hangzott talán el, hogy a szóközöket, tabulátorokat a parancsor elemeinek elválasztására használja, és a sor végén általad megépelt enter, vagy sor végjelet, ugye az utasítás lezárásaként értelmezi. Na most, mikor te megépelsz valamit, lenyomod az entert, akkor az történik, hogy a parancs értelmező nekiugrik, és különböző speciális karaktereket valamilyen módon feldolgozva az általad megépelt utasítást némileg módosítja. Ez annyit jelent, hogy te beírsz valamit, de fizikailag nem az fog lefutni, amit te beírtál. Az egyik, valószínűleg a leggyakrabban használt ilyen módosítás a parancsoron, azaz, hogy a fájlneveket nem feltétlenül kötelező kiírni, hanem egy ilyen úgynevezett nyelv mintaillesztő nyelv segítségével te valamilyen értelemben rövidítve is megadhatod. Szerintem nem mondok vele újdonságot, legalábbis ugye a mechanizmus azért ismert. Ha azt mondom, hogy csillag.txt, akkor ez reményeim szerint több ember számára jelent valamit, mint nem. Azt mondta, hogy az összes olyan fájlnév érdekel, aminek a végződése az, hogy .txt. Tulajdonképpen teljes mértékig független attól, hogy mi van előtte. Na most ennek a hivatalos neve az, hogy globbing. Erre sajnos megint igazán nincs egy jó magyar szó. A kollega múltkor a fejemhez vágta, hogy ennek ezt úgy szokás mondani, hogy helyettesítő karakter. Igen, de a globbing az nem egy főnév, akárhogy is nézzük. Úgyhogy innentől kezdve nem egészen ugyanarról beszélünk. A lényeg, vannak speciális karakterek, amiknek segítségével könnyebben megadhatok fájlneveket. A speciális karakterek feldolgozása maga a globbing. Maguk a speciális karakterek azok, amire én azt szoktam mondani, hogy Joker karakter, de mondjuk azt hivatalosan, hogy helyettesítő karakterek. Ezek a következők. Fájlnévben bárhol írhatok egy kérdőjelet. Az azt jelenti, mondjuk azt írom, hogy a kérdőjel, akkor ez az aktuális könyvtár minden olyan fájlnevét jelenti, a típustól függetlenül, amelyiknek az első karaktere a, és pontosan egy darab második karaktere van, nem hosszabb a fájlnév két karakternél, de hogy mi a második, arról nem tudok semmit. Ez tehát lehet az, hogy a pont, lehet az, hogy a felkiáltójel, a b, a x, a 5, tök mindegy. Az más kérdés, hogy én magam meglehetősen háklis vagyok arra, hogy ha egyszer ez az operációs rendszer a kis és nagy betűket megkülönbözteti, akkor már ezt magunkra is meg kell tudni különböztetni. Tehát ha én azt mondom, hogy kis a kérdőjel, akkor az a kis a-val kezdődő fájlnevet jelenti. És ha a nagy a-val kezdődőt akarom, akkor ugye azt nagy a kérdőjel formába kell leírni.
Na most, a kérdőjel tehát az egy olyan minta, aminek a jellemzői, hogy garantáltan ott van, és bármi lehet. Illetve, ugye szerepelt az a kitétel, hogy rejtett fájl, és ugye a kivetített szövegen látszik is, hogy a rejtett fájlok nevében a rejtettség megjelenítésére szolgáló névkezdő pont nem írható elő, vagy ne írható le azzal, hogy egy kérdőjelet teszek a fájlnévben. Tehát ha tudom, hogy van egy pont profile nevű, nevében adódó rejtett fájl, akkor azt nem lehet úgy leírni, hogy kérdőjel profile. Mert azt viszont nem jelenti. Ellenben az A pont B-ből a pontot írhatom kérdőjellel. Mert az nem a név elején álló. Na most, egy ehhez hasonló a szögletes zárójel pár. Bármi, amit a szögletes zárójelek között felsoroltam, de csak az, annak a karakternek a fájlében explicit lennie kell. Na most, bocsánat, nem erre akartam váltani, nem ide. Itt vissza. Most a színek ne izgassanak senkit, ez kikapcsolható. Van három olyan fájlnév, ami úgy néz ki, hogy pulze, kötőjel, valami. Van két olyan, ami úgy kezdődik, hogy ó, nem tudom mi az. Kimondani se tudom. De ha jobban megnézed, van egy darab olyan fájlnév, ami nagy betűvel kezdődik, az összes többi kisbetűs. Tehát, ha én azt mondom, hogy RS minusz L, szögletes zárójel, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, T, G, D, D, akkor természetesen tudom, hogy túl sokat gépelek, fölöslegesen, ráadásul valami olyat is használok, amit most még nem kéne. Á, bocsánat, természetesen a lényeget lemaradt. De gondolom világos, az elején azt mondtam, hogy csak kisbetű, most hogy a vége micsoda, azzal most ne foglalkozzunk. És milyen érdekes, ténylegesen csak a kisbetűs jelent meg a listában, azaz, ugye a listában az a szerencsétlen nagybetűs OSL pályt között van, hiányzik. Nyilván a teljes megértéshez persze nem lett volna baj, hogyha előtte elmondom a többit. Azaz, ugye nem csak azt mondom, hogy mit jelent a szöglet ezzel, hanem azt sem mondom, mit jelent a csillag. Válasz nagyon egyszerű, az előző például persze rá lehetett éppen jönni. Bármit. Azaz, azt jelenti, hogy ahol a névben én a csillagot megadtam, ott tetszőleges karakterek, tetszőleges hosszú kombinációja állhat. Amiben ugye szeretik elfelejteni, hogy az is benne van, hogy és ott nem szerepel semmi. Azaz. Most akkor ezek után mi volt ide írva erre a képernyőre? Szerencsém van, a tetején még pont látszik. Megadtam egy olyan fájlnév mintát, amiben az elején azt mondtam, hogy fősoroltam az összes kisbetűt. Mit hagytam ki? Hűnye. Hát megbuktam általános iskola első osztályán. Lehet, hogy hiányoztam az U-betűnél tényleg. Úgyhogy majd mindjárt finomítunk rajta egyet. És miután azt mondtam, hogy az első karakter az ezek valamelyike, utána azt mondtam, és nem érdekel, mi a folytatás. Na most. Ha sikerült az ABC-t jó megépelnem, akkor ténylegesen csak és kizárólag az a szerencsétlen nagybetűs fájlnév. Az, ami a listából hiányzik. Természetesen, aki már használt valami hasonlót, az tudja, hogy mennyivel kevésbé égettem volna itt le magam a ABC ismereteimmel,
hogyha kihasználom azt is, hogy a szögletes zárójelben belül lehet ilyen tolling intervallumokat megadni, kicsit könnyebb lett volna nem kihagyni az U betűt, mert eddig lett volna az ABC elejét meg a legvégét ismerni hozzá. Na most, természetesen többet is lehet, tehát lehet úgy megadni a file name mintát, hogy az egyik karakter pozícióban azt mondom, hogy itt állhat kisbetű és nagybetű. Hárommal arrébb meg azt mondom, hogy itt meg csak számjegy, vagy itt lehet számjegy is három egymás után. Természetszerűleg, hogy képes vagyok-e olyat mondani, ami jó, azt nem tudom. Csillag, szögletes zárójel, 0-tól 9-ig bezárva, 0-tól 9-ig bezárva. Azt tudjuk, hogy az autózékben miért van benne az egy. Ami csoda? Az autózék még benne van. Ott intervall után, megvan az intervall, autózék, és akkor benne van a nagyobb. Ullala! Nem. Nem lenne szabad benne lennie, hogy egész precíz legyek. De én is látom, hogy benne van. Ezzel egyetértek. Nem bárkány feature. Igen. Na most, mindjárt megmondom a tutit. Már megint elutottam. Szóval, a lényeg az, ami kimaradt, hogy amikor például ilyen intervallumokat adok meg, azokban bizony már beleszól az úgynevezett nyelvi környezet beállítása is. És ha jobban megnézitek, ott azért van egy összesen nulla, tehát sejthetően itt valami uncutság van, bármennyire is mondtam, de ez ugye nem egy angol nyelvi telepítés, hanem magyar nyelvi beállítással működő rendszer. És tulajdonképp arról van szó, hogy itt az hogy attól zéjik. Azzal én gyakorlatilag azt mondtam, hogy egy ABC rendezés során vegyük elő azt, ami úgy kezdődik, hogy sor, és keressük odáig, hogy jelen pillanatban kis zé. Na most, ha valamiért valaki annó azt írta le, hogy már pedig ebben a nyelven az ABC rendezés során bizony a kisbetűk és a nagybetűk például azonosak a rendezési elvnek megfelelően, akkor ez kidos, de azt jelenti, hogy el fogja venni a nagybetűseket is. Azaz, őszintén szólva nem kéne, hogy benne legyen, valószínűleg egy angol nyelvi környezetben nem is lenne benne, de most fejből meg nem tudnám mondani, sőt, ilyen tudom, elképzelésem is, hogy merre kéne ahhoz hangolni a rendszer, hogy ne rakja vele a nagybetűt, mert nem lenne szabad. Na most, hát azért a számjegyekkel jobban jártam. Azok legalább mégis azt adták ki, amit szerettem volna. Ha most gyorsan találtok egy olyat, amit kihagyott, akkor lehet, hogy felkötöm magam. Ezt itt most de nagyon vesézzétek ki. Még valamit hozzátennék, ugyanis itt ebben a táblázatban, vagy listában, itt az előbb itt volt a... Volt egy apróság, amit átléptem nagy vonalúan. Méghozzá az, hogy amikor te szögletes zárójelekben felsorolsz, vagy ilyen intervallumokkal megadsz valamit, akkor ebben az esetben előfordulhat, egyébként ritkaság, de előfordulhat, hogy azt mondod, hogy nem azt mondom meg, hogy mit engedek az adott pozícióban, hanem azt, hogy mit nem engedek, azaz van egy ilyen negálási lehetőség. Mint látható, ez úgy néz ki, hogy a szögletes zárójelben felsorolja a meg nem engedett karaktereket, és az legelső pozícióban oda teszem egy felkiáltójelet. Egy rövid kitérő, aki esetleg jobban ismeri a rendszert már, vagy esetleg ismeri a regex névre hallgató csodálatos mechanizmust, az nem tévedtem, tényleg így kell megadni. Az más kérdés, hogy a legközelebbi alkalommal, amikor a szabályos kifejezésekről lesz szó, akkor valószínűleg pár ember kicsit meg fog hasonulni, ugyanis van egy nyelv, ahol ugyanezeket a dolgokat nagyon hasonlóan kell leírni, de például a negálás nem felkiáltójellel, hanem cirkumflexel. Emiatt aztán az a nagyon kellemes dolog szokott történni, hogyha ezt így rövid egymás utánban mondom el, akkor totál összekeveredik. Így, hogy lesz közte majdnem másfél hét, így van némi esély. Talán sikerül megegyezni, hogy itt ezt kell írni, ott azt kell írni, de hát ez van.
nem én találtam ki, én csak interpretálom azt, amit annó 20 évvel ezelőtt valaki megírt. A lényeg, a példácskáim, amit itt fölírtak, azok persze, vagy fölírtam, azok nyilvánvalóan meglehetősen bugyuták, mert lássuk be, egy LS-L helyett megépel, egy LS-L szögletezel ABCD-vér, bezárva csillag, hát az egy erős túlzás. Nyilvánvaló módon nem ez az a legjobb helyzet, ami az igazán tökéletes példa arra, hogy mikor kell ezt használni. De mondjuk az a második, a számjegyes, az már legalább némi utalás arra néz, hogy vannak helyzetek, amikor persze lehet ilyen jobb, könnyebben használható és tényleg kevesebb gépelést jelentő mintát elővakarni. Csak egyet kell megjegyezni, amit az elején mondtam. Én ugyan úgy írtam be, hogy csillag, meg kérdőjel, meg szögletes zárójel, de a fizikai végrehajtás során a parancsértelmező lesz az, aki ezeket a szövegeket valódi finerekre cseréli. Például, ha szeretném látni az összes olyan fájt, ami a harmadik szintű alkönyvtárában van a gyökérkönyvtárnak, és van benne A betű, akkor azt nem mondhatnám, hogy egy kifejezetten mindennapi példa, és minden létező feladatomban elő szokott fordulni, de relatíve könnyen le lehet írni. És ha már az előbb itt kötekedtem önmagammal, akkor most is kéne. Na most természetszerűleg senkitől nem várom el, hogy ebben a tempóban el is tudta olvasni. Pedig nyilván az lenne az ideális, még egyszer megmutatva ezt a hihetetlen bonyolult parancsok gépet, de. Gyökérkönyvtárban van valami, és teljesen mindegy, hogy mi az. Aminek az alkönyvtára teljesen mindegy, hogy milyen néven van. Abban viszont azt keresem, hogy. Még egyszer mondom, nem tipikus. Már abban azért, hogy ilyet nyilván te se fogsz leírni, és én sem sűrű írtam le. De azért ehhez hasonlót már előfordulhat. Évekre bontott logrendszer, havi alkönyvtárakkal, és kérdekelne minden hónap utolsó három logbejegyzése. Értelmes elnevezési konvencióval ugye viszonylag könnyen élve lehet írni. Mondjuk elég rosszul sikerült a példát kitalálni, az első hármat könnyebb lett volna megmondani a 28, 29, 30, 31 napos hónapok miatt azért picit bonyolult, de azért elő lehet írni, ha szükséges. És természetesen az egész csak arról szól, hogy van egy lehetőség fájlerek megadására, nem pedig arról szól, hogy így kell megadni a fájlereket. Nyilván, ha tudod, hogy mik a fájlerek, szeretsz gépelni, tudod, mik azok az eszközök, amivel a gépelést gyorsíthatod, akkor persze, írd ki. Ezt olyankor szokták, amikor a francnak van kedve legépelni 6 km hosszú parancsot. Azért, mert valakinek az volt az elképzelés, hogy fájnerek így nézzenek ki. Ránézek, látom, hogy így néz ki. Jó, akkor beírom itt áll. Na most. Itt pár rövid példa. Ugye az LS-minusz nagy opció mire jó? Nem csak a látható, hanem a rejtett fájlokat is kiírja, viszont a pontot és a két pontot kihagyja a készletből. Tehát ugye elég egyértelműen azt mondja, hogy ebben a könyvtárban van egy vagon fájlév, aminek eléggé egy síkra járt az agyam, amikor ezt írtam, tehát ugye csupa egy kategóriába tartozó fájlevet használtam. Mi az, amit biztosan nem tudok? Hát elég sok ilyen van, de mondjuk ebben a listában. Hogy ez fájl, könyvtár, színlink, közönséges, ilyen, olyan, abban. Szóval csak annyit tudok, hogy abban a bizonyos nagyobb kategóriában szereplő fájlereket látok. Sőt, mi több, igazság szerint nagyon szemét vagyok, mert lehet, hogy ez egyetlen egy darab fájnév, aminek az a neve, hogy pont, diószók, almaszók,
Tételezzük fel, hogy ez mindegyik szó egy önálló fáj neve, ami lehet könyvtár, lehet címlék, tehát mindegyik. Eles négy kérdője. Mit tudunk? Négy karakter hosszú fáj neveket keresek, de van azért valami apróság. És nem lehet rejtett, ugye ez a szerencsétlen dió ezé került oda. Mert ugye a fájnév az négy karakter hosszú a pontdiónál, csak éppen ugye a rejtettséget jelző pontot nem írhatom le a kérdőjelben. Tehát végig számolva remélem jó a végeredmény. Következő példa, mit mondtam? A harmadik karakter a fájnévben az vagy M, vagy M, sőt, vagy kis M, vagy kis N. Aztán nem tudjuk, hogy milyen hosszú a fájnév, de ugye legalább három karakter van. Na most hát mit az Isten, végignézve a listát, nagyszerű, megjelent az alma meg a banán. És ugye a lényeg, hogy például a szilva egyértelmű, de mondjuk a narancs, az már nem, mert nem jó helyen van az M betű. Na most. Bonyolítsuk a dolgot. Mi van odaírva? A fájnévről csak annyit tudok, hogy legalább egy karakter hosszú, mert oda van írva az a szerencsétlen szögletes zárójel. Ellenben az első karakternél azt mondtam, hogy kizárok valamit, például az A, a B és az E. De hogy mi van utána, az mennyi nem érdekel, tehát ugye reményeim szerint pontosan a maradék az, ami megjelent. Második. Ez nem jó? Az utolsó az A, két dolgot tegyetek hozzá. Kis A, és nem rejtett, mind a kettő elhangzott, de lássuk be, ez a gyakorlatban tud problémákat okozni, ha erről elfelejtkezel. Azaz, nem arról van szó, hogy nekem ez a heppem, nekem az a heppem, hogy én már többször futottam ilyen problémámat, próbálom megmagyarázni, hogy miért nem kell ezeket a mellékes tényezőket kihagyni. Ha én A-t akarnék írni, akkor oda azt kéne írni, hogy szögletes zárójel, kis a nagy a, szögletes zárójel bezárva, vagy szögletes zárójel, nagy a, kis a bezárva, kettő ekvivalens. De ha nem azon odaírva, akkor ugye egyértelmű, csak valamelyiket. És végül ugye mi az utolsó? Bárhol, de legyen benne egy kis R. És mivel megint mintával kezdődött ez a fájnév, megint nem lehet a rejtett. Az ugye más kérdés, hogy ugye a dió szegény, az nem tud elbetűt tartalmazni, úgyhogy emiatt amúgy se lenne benne a listában. Na, és akkor megint egy kicsit bakugrásszerűen egy másik témakör. Az előzőhöz egy apróságot hozzáfűznék, ezeket a karaktereket a parancsorban bárhol használhatod, akár a parancs nevének megadásánál is, ha jól írtad le őket. Mindenütt működik, ezt gyakorlatilag úgy szokták megfogalmazni, hogy az összes létező Unixos, Linuxos parancs képes a helyettesítő karakterek használatára. Mert nem ők intézik. Mert mi hangzott el, hogy amikor beírod ezeket a mintákat a parancsorba, akkor előbb a parancsértelmező végzi el a helyettesítést, és majd csak a helyettesítésből előállított utasítás lesz az, ami fizikailag lefut. Tehát nem az eles látta a csillagot, nem az echo látta a szögletes zárójelet. Ezeket a shell látta, a shell cserélte ki fájlévre, tehát a parancs nem is tud arról, hogy te ide most ilyen helyettesítő karakterekkel adtál fájneveket. Megjegyzés, előfordulhat, hogy megadsz egy mintát, és nincsen a mintára illeszkedő fájlév. Az alapbeállás ilyenkor a parancsértelmező azt mondja, jó, és bármiféle egyéb macera nélkül, úgy, ahogy van a mintát, odaadja az applikációnak, aki aztán csinál vele valamit. Na most hát tipikusan ugye ez a probléma, hogyha már a shell nem tudta kihelyettesíteni a fájnevekre,
akkor valószínűleg az applikáció sem fog találni olyan nevű fájlt, ha ő fájlnevet keres. Felhasználói névként, host névként, e-mail címként pláne nem jellemző ez a fajta konstrukció. Tehát általában ez probléma. Na most, egy rövid kitérő erejéig ide beszúrtam ezt a további egyszerű segédparancsok című oldalt. Emlegettem a ketet, és azt mondta, hogy leginkább arra nem kéne használni, amire a legtermészetesebb, hogy egy tetszőleges fájlnak megnézem a tartalmát. Van vele mindenféle probléma. Ha ilyet akarsz, akkor több lehetőséged van. Az egyik a head, illetve tail páros. A head a paraméterként megadott fájl első néhány, alapból 10 sorát írja ki, és csak ennyit. Tehát nem fog kiszaladni a képernyőről. Ellenben pont ugyanúgy, mint a ketnél, ha abban valami bináris szemét van, annak nem lesz jó vége. Tehát óvatosan. A tail, mint farok, az meg logikus módon a fájl utolsó 10 sorát írja ki. Mind a kettőnél egyébként a szükséges, mondhatom, hogy nem 10 sort szeretnék, hanem többet vagy kevesebbet. A tail az egy adminisztrátorok számára nagyon érdekes funkcióval is rendelkezik. Ha -f opcióval indított, és úgy file név, akkor azt mondja, hogy a paraméterként megadott fájlnak kírja az utolsó x sorát, és nem fejeződik be a futás, hanem ott megáll és figyeli, hogy a fájlba nem érkezik-e újabb adat. Tipikusan arra szokták, hogyha van valami naplóállomány, ami folyamatosan nő, akkor szeretném látni, amikor megjelenik egy-egy újabb bejegyzés, akkor azt mondja, tail-f és naplófájl neve. Na most, abban az esetben, hogyha nem csak ilyen speciális módon az eleje vagy a vége érdekel a fájloknak, akkor szokták a különböző lapozó programokat javasolni. A MOR, illetve a Linux világában sokkal-sokkal elterjedtebben használta LESS. Mind a kettő ugyanazt csinálja, paraméterként megadott fájl tartalmát, a képernyő méretéhez igazodva lapozva jeleníti meg. Tehát kiírja azt a rövid idő elejét, ami ráfér, kidob valami promptot, nyomok egy szóközt, egy entert, és lapoz tovább. A kettő közötti lényeges különbség, hogy a MOR sok mindent nem csinál meg, amit a LESS például tud. Ennek a későbbiek során majd lesznek érdekes következményei. Van olyan helyzet, amikor a LESS az összes intelligenciájával csak problémát okoz. Tehát legalább tudatosítsd magadban, hogy tényleg sokkal jobb, sokkal kényelmesebb, de sokkal nagyobb problémát tud okozni. Néha. Nagyon szélsőséges esetben egyébként. Tehát, ha nagyon buta lapozó program kell, akkor a MOR tökéletesen megteszi. A LESS olyanokat tud, hogy előre-hátra keres, kiemeli inverzbe azt, amit megtalált. Egy adott pontnál mondhatom, hogy és akkor most indítsen egy szövegszerkesztőt itt, ezen a pozícióban, és akkor betölti a szövegszerkesztőbe, odaugrik, csinálsz, amit akarsz, kilépéskor elmenti, visszamegy, ami nagyon jó, ha kell. És nagyon sok problémát tud bizonyos esetekben okozni. Végül pedig ugye a két viszonylag a többitől távol eső kis parancsocska, a sue és a sudo, az ugye elhangzott, hogy itt vannak userek, és a felhasználók között van egy kitüntetett, akinek hagyományosan nulla a user ID-je, és hagyományosan root a bejelentkezési neve. Ő ugye az adminisztrátor. Neki elvileg mindenhez joga van. Na most, általában nem javasolt, bizonyos terjesztésekben nem is lehet megcsinálni, hogy te rendszergazda néven jelentkezzél be. Tehát ha login promptra megépett, hogy root, az lehet, hogy akkor sem enged be, ha egyébként tudod a jelszót. Majd egyre több helyen ezt letiltják. És azt mondják, hogy helyette mindenkinek legyen valódi felhasználói azonosítója, és amennyiben rendszergazda tevékenységet akar, akkor van két eszköz. A shoe vagy switch user nevű parancs, ami shoe formájában ekvivalens az, hogy shoe root, azaz, hogy én most root-tá szeretnék válni, de egyébként bármikor mondhatom azt, hogy shoe felhasználó, azaz, én a célként megadott felhasználó nevére akarok átváltani, és a továbbiakban az ő nevében fogok tevékenykedni. Hagyományosan a beállítás az,
hogy megkérdezi a célszemélyhez tartozó jelszót, és ha sikerül, akkor kész. Elindul egy új parancsértelmező, amiben te már adott személy jogaival rendelkezel, mivel ugye ezt leginkább úgy használják, hogy SU, ez annyit jelent, hogy te innentől rendszergazdaként. Hátulütője az, hogy a rendszergazda jelszó szükséges hozzá, és nincs korlátozás. Tehát ha én váltottam rendszergazdává, akkor ugye onnantól kezdve bármit csinálhatok. A napló az annyit fog tartalmazni, hogy 17 óra 42-kor Kovács Mariska rendszergazdává vált. Pont! Az, hogy ő utána mit csinált, az már ne. Emiatt az utóbbi években erőteljesen terjed a SUDU, ami egyedileg testre szabhatóan teszi lehetővé azt, hogy az egyes felhasználónak megmondhasson, hogy milyen műveletet hajtson végre emelt privilégium szinten. Ez az esetek nagy részében sajnos nem sajnos. Természetesen rendszergazdajogot jelent, de elő lehet írni egyéb felhasználói nevet, és akkor az ő nevében futtad, elő lehet neki állítani azt, hogy egy csoport váltson át a SUDU segítségével, és akkor persze nem rendszergazda jogát, hanem az adott csoport jogát kapja meg az illető. És nem csak azt tudom megmondani, hogy azt az adott parancsot lehet, hanem akár azt is, hogy az adott parancsot ezzel az opcióval lehet. Tehát itt mondtam valakinek, ad abszurdum meg lehet csinálni, hogy az operációs rendszer a telepített szoftvereket te frissítheted, sőt, újjakat is rakhatsz föl, de törölni már nincs jogod. Egy parancsnak két paraméterét megengedtem, egy harmadikat már nem. Na most, az esetek többségében ma már Linux alatt nem a SU, hanem a SUDU az elterjedten használt. Például az Ubuntu-ban ez úgy néz ki, hogy van egy SUDU csoport, és aki a SUDU csoportban benne van, annak joga van a SUDU parancs segítségével extra műveletek végrehajtására, egyébként alapból rendszergazdajokkal. A SU és a SUDU használata közötti lényeges különbség. A SU az általában azt mondjuk, hogy SU és egy felhasználó név, és kapok egy parancsértelmezőt, amiben tevékenykedek. Sokkal ritkább az, hogy SU minusz C parancs paraméterekkel, megértelem a jelszót, és ez az egy parancs lefut, és visszatérek a saját környezetembe. A SUDU-t jellemzően úgy javasolják használni, hogy SUDU parancs, vagy esetleg SUDU minusz G adott csoport neve parancs. Ha ugye mást nem mondtam, akkor rendszergazda, ha megadtam valami felhasználó nevet, csoport nevet, akkor az adott felhasználó vagy csoport joga az, amit megkapok, ennek az egy konkrét parancsnak a futtatására. Rendszergazda állítja be, beállítható, hogy 5, 10, 15, 20 percig. Ha még egyszer futtatsz valamit a SUDU segítségével, akkor már ne kérdezze meg még egyszer a jelszót. Ami viszont nem hangzott el, a SU úgy működik, hogy a cél személy jelszavát a SUDU általában úgy van beállítva, hogy a te saját jelszavadat kéri be. Azaz nem kell kiadnom a rendszergazda jelszót, mert csak meg kell engednem, hogy adott felhasználó futtathassa a SUDU-t. Nyilvánvaló módon, ha úgy futtatod a SUDU-t, hogy SUDU parancs, SUDU parancs, SUDU parancs, az azért is jó, mert minden SUDU-val történő parancsfuttatás naplózódik, tehát az összes parancs visszakereshető. Az más kérdés, hogy sok esetben szoktak ilyeneket, hogy SUDU SH. Azaz, naplózódik az, hogy én az SH nevű programot, ugye a parancsértelmezőt futtatom, de aztán, hogy abból mit futtatok, azt mindenki találja ki, ahogy akarja. Félreértés ne essék, a parancsértelmező önmaga tud naplózni, amit egyrészt ki lehet kapcsolni, át lehet állítani, le lehet tiltani, és aki rossz szándékkal közelít, azt meg is fogja tenni. Velem történt olyan, hogy egy munkánál utólag észrevettem, hogy naplóznak, hogy akkor 10 percig fejet vakartam, kikapcsoltam a naplózást, és folytattam a munkát, mondván, majd ha szóltok előre, akkor rendben van.
így, hogy én veszem észre, így egy kicsit nekem olyan... Nem fér bele a személyiségi jogaimba. És persze mondták, hogy nagyon magyarázták, hogy miért így működtek, ez van. Mondták, előre szóltuk semmi. Úgyhogy a naplózással természetesen minden esetben ugyanaz a probléma. Ha nekem rendszergazda jogaim vannak, ráadásul ugye ilyen korlátlan, ahogy egyébként sok esetben beállítják a sudút, akkor nyilván, ha én rossz szándékkal indulok, akkor persze a naplót is ki fogom takarítani. Tehát általában inkább arra szokták használni, hogy amikor ő véletlenül csinál valamit, akkor megállapítható legyen, hogy mégis ki volt az. Nem azért, mert kirúgjuk, hanem mert ne ülünk vele beszélgetni. És utána rúgjuk ki persze ilyen. Úgyhogy én mai napig úgy vagyok vele, hogy szerintem a környezet dönti el, hogy most a sú vagy a sudú a jó. A valós probléma az, hogy kevés olyan rendszert láttam, ahol a sudú jól van beállítva. Ahol tényleg le van mondva a felhasználóra, parancsra, paraméterre, opcióra, ott azt mondom, hogy lehet értelme a dolognak. Más azt mondja, hogy el kéne már jutnom odáig, hogy az elv a lényeg. Hogy szokjál hozzá ahhoz, hogyha te rendszergazdaként tevékenykedsz, annak nyoma van, következménye van, utána kereshető, és az a tény, hogy nem csak kiadsz egy parancsot, és utána bármi, amit gépelsz, az rendszergazdaként zajlik. Hanem nekem minden nyomorult parancsot úgy kell kiadnom, hogy csudú, parancs, csudú, parancs, csudú, parancs. Az talán annyival jobb, hogy kicsit esetleg mégiscsak elgondolkozol némelyik parancs előtt, hogy mit is akar még csinálni. Úgyhogy, mint a korábbiaknál itt is azt mondom, hogy a folytatáshoz persze majd olvasd el a dokumentációt, hát mondjuk a sudú az mondjuk nem 5 perc, úgyhogy ezt nem is úgy gondolom, hogy a házi feladat része, de azért mikor elkezdenéd használni, akkor előtte azért tanulmányozd, hogy mit, hogyan lehet beállítani, és aztán döntsd el, vagy ha a cég helyetted eldöntötték, akkor használd a megfelelőt. Aki rendszergazdaként, vagy rendszeradminisztrátori munkakörben, vagy feladatkörben dolgozik, annak így is úgy is az egyikkel, vagy a másikkal, vagy rosszabb esetben mind a kettővel meg valamikor szembesülnie fog, hogy kell használni. Sajnos vannak érdekesen megírt szoftverek, aminek ilyen-olyan-olyan fixa ideája, hogy te például teszem azt. A rendszert nem állíthatod le csak úgy. Már milyen dolog az, hogy Kovács Béla user úgy dönt, hogy ő leállítja a szervert. Eredménye, hiába tudom, hogy Shutdownnak hívják a rendszer leállító parancsot, nem adhatom ki. Mert például az Ubuntu alaptelepítésben az első felhasználó benne van a sudú csoportban, tehát sudú Shutdownt már mondhatsz. És ha szerencséd van, meggondolod, hogy begépeled a kikapcsoló parancsot. No. Gábor, most kapcsolj, ha lehet.